yet. Hi. Harvest day, honey. Szerintem nálunk nem lesz olyan nagy gáz, hogy most ó, nincsen túlom. Hogy hogy felmondjuk, mi mindenre felkészültünk. Mindent átolvastunk, mit tudom, tehát hogy igazából nem tud mibe belekötni. Hát csak azért, mert hogy egyáltalán, tehát aha, horgásznom kell. Mert mondjuk találni fog izé embert egyébként gyorsan, nem arról van szó, csak mi is itt vagyunk 5 éve, 6 éve lassan. De hát mondjuk én ettől sem félek, tehát azért olyan izéket adott, olyan feltételeket, hogy szomorodjon meg. Ó, de aranyos! Panda! A bambusz a szájával. Semmit nem csináltunk a lakásba köbe. Jó, akkor nem. Hop, hop. Most jó közel van. Na, most én is közel vagyok a parthoz, mi? Na. Nálunk én nem félek, nem lesz semmi gond. Ha valami gond lenne, én biztos, hogy kinyitom a számat, aztán akkor meg azért nem lesz gond. Azt a részét... Biztos elrontottam. Azt a részét teljesen megértem, hogy azt mondta, hogy ne furkáljunk sehova, mert ők maguk se tudják, hogy hol vannak a vezetékek konkrétan. És hogy nehogy az legyen, hogy valamit véletlenül tudod így el... Oh my god! Egy pici csikóha! Hogy ne furkáljunk random, mert ugye, hogy még ők se tudják, hol vannak a vezetékek, és hogy nehogy az legyen, hogy elfúrunk egyet. Ez teljesen rendben van. Na de az, hogy 6 hónapot várok, hogy föl legyen rakva egy óra... Ez... No. Most ilyeneket lehet kifogni. Mindig elkezdek horgászni ebbe a játékba egyébként, és azonnal küldtem, de lembezni akarok. Hát, hogy elmegyünk azt is játszani ma. DS-ezni is kéne. Sok mindenhez lenne kedvem most, alapvetően. Nem tudom, minek álljak neki először. Jaj, ne, pont... Oh, never mind. Ja, azért mondom, Bari 3000 éve volt, csak pont most pont most kapcsolta... ez is valami Új. Pont most kapcsoltam ki tegnap a layoutot, mert nagyon zavart, mert egy folyamat ott van, és mindig elfelejtettem. Aztán pont azon gondolkodtam, hogy oké, legyen már Bari akkor valamikor. Elnézést kérek egyébként, hogy így a közös játszás elmaradt. Úgy voltam vele, hogy most nagyon-nagyon fontos, hogy visszahozzak mindent, ami ugye... Nem tudom visszanézni. A dátum szerintem vibe kéne el van mind a kettőnek a dátuma. De mind a kettő ilyen májusban volt utoljára talán. Szóval mind a kettőt rohadt régen játszottam. God of War-ra. Igazából mindennel. Szóval mostanában egyébként 10-ét játszottam, ha játszottam. Sims-eztünk. Disney-ztünk, meg rajzoltam. Tehát ebben a háromban nem igazán van úgy progressz. Most hát a Disney-ben azért van, a Sims-ben is van. De a Sims-nek még neki se állt vibeke, szóval az még annyira messze van, hogy... Nem jó adaptam be. Zseniális. Még egyszer.
mindenkit is, csak Psycho meg pont most megy el nyaralni. Szóval... hogy ő se lesz egy ideig, és így ebből adódóan nekem meg most el kell kezdenem izélni. El kell kezdenem ma videókat vágni, még ilyen klippeket. De ezt annyira gyűlölöm, hát rajta van az úszó. Na, most egy kis szerencsém volt. Mert ha már előfizettünk a TikTokos hülyeségre, akkor igazán csinálnom kéne. Pár órát naponta foglalkozok vele, és akkor jó vagyok. Hatodikán volt költ. Tényleg régebben volt lesz a fasz. Mert ez meg ötödik hó volt, azt hiszem. Még a Lies of P-vel sem végeztem, pedig ez csak egy nyomvat kis demo. Még abban is valamit csinálni. Nagyon túlságosan elvittek a farmos játékok, és pont azokkal a játékokkal meg nem tudtam játszani, mi érdekelt volna, mint például a Candle Knight. De többi játékot, de van egy csomó játék, amit még be kéne mutatnom. Lehet, olyan sokszor volt, olyan sokszor volt, de játsszuk. Olyan sokszor van. Na de meséljetek, hogy veletek mi a helyzet. Hogy telt a hétvége, minden oké-e. Nem szóra, hogy nem voltam így csütörtök péntek, ugye a szombatot azt mondtam. De vasárnap is még dolgoztam egy picit, úgyhogy nem nagyon voltam úgy gépnél. Még megmondom őszintén, hogy most meleg van. Most tényleg én is azt mondom, hogy rohadt meleg van. És annyira nem volt kedvem itt rohadni a gépnél. Like, literally, így úgy elvoltam magamnak. Eldolgoztam az iPad-en, aztán viszontlátás. Hi, Sammy! Hi, babe! Aha! Ja, lehet, hogy pont rosszul álltam. Most kíváncsi vagyok, hogy meddig fogunk tudni itt haladni. Wow! Egyre több is, az a baj, nagyon sok halat fogok ki, ami újdonság. De nekem meg olyan hal kéne, amit fel tudok használni. Hidegzújisztál, mert nem bírtad tovább. Én úgy melegem nincsen, hogy mennem kell hideg zuhi, csak nem tudom, így se étvágyam, se semmi, iszok folyamatosan, mint egy mint egy gyönge őrült, és így ennyi. Ja, meg találtam egy sorozatot, ilyen tök jó kis vámpíros sorozatot, de ilyen kicsit elborultabb, szóval nem ez a tipik ilyen jaj, megharapom a kis nyakadat, mit tudom én, hanem ilyen ősi civilizációkig visszamenő több ezer éves vámpírok, akik ilyen kukacok vannak bennük, és akkor, hogyha a vérük vagy ez a kukac belekerül egy emberi testbe, akkor gyakorlatilag gazdatestiként az egész biológiáját az embernek átalakítva hát teszik ilyen vérszívókká őket, és gyakorlatilag átrendezik az egész berendezés, hogy úgy mondja, átpakolnak minden, és egy teljesen új szerveket meg mindent
Növesztenek gyakorlatilag. Strain az a neve. Viszont egyetlen egy gondom van. Én ezt most Disney Plus-on kezdtem el nézni, és a Disney Plus az egyedüli, amin csak 3 season van, és a legutolsó 4. season az Apple TV-n lenne, valami, mit tudom én, Huzun, vagy mi a fenén, vagy Hulu, mit tudom én, meg Google Plus, vagy Google, nem tudom melyik, nem is tudtam, hogy annak van ilyen filmes oldala, mindegy. Szóval mindenem van, csak a Disney Plus-on nincs, ami van nekem. Úgyhogy Apple TV-m az nincsen, úgyhogy arra rácsesztem. Úgyhogy nem tudom, hol fogom tudni megnézni, mert kim van amúgy, mert 17-es az utolsó season, tehát nem egy mostani sorozat egyébként. Izé is játszik benne a Harry Potterből a Fitch-ja. És töregesz Apple TV-t, akkor kapsz ingyen 6 hónapot. Igen? Azt nem tudtam. Két hete még élt ez a deal. Ezt meg kell nézni, mert nekem még ismerősöm sincs szerintem, akinek van Apple TV-je. Vagy ha van Apple TV-je, akkor nem tudom, hogy lestreamelne nekem most izé. Egy teljes évadot egy sorozatból, most érted? Én meg nagyon szeretném megnézni, mert egyébként baromira érdekel. Természetesen megvannak benne furcsa karakterek, meg az ilyen sztereotípiák. Például van egy csaj benne, az már mindenkivel is kell félt, az már nem tudom, hogy miért. De mindegy. De meg az idegesítő hülye gyerek, meg a mit tudom, de megvan benne egy-két sztereotípia. De maga a történetet, a Del Toro is hozzájárult az íráshoz. Ugye Del Torónak rengeteg ilyen horror novellája, könyve, mit tudom én, mi sorozata jelent meg. Netflixen is volt neki egy sorozat, ami most meg nem mondom, milyen mesék, valami. Mesék nem tudom miből, valami ilyen különálló történeteket mesélnek el, vagy hát mondanak el minden egyes résznél, és abban is Del Toro van, azt hiszem ő narrálja az elejét talán ezeknek a meséknek, vagy hogy mondjam, történetei, nem tudok dobni. És én nagyon szeretem Del Torónak a munkásságát, ugyanúgy, mint H.P. Lovecraftnak a munkásságát, és látszik a kezenyoma benne, tehát mindegy, úgyhogy jó pofa, de mondom, ilyen érdekes, hogy végre nem egy olyan tipik vámpíros ilyen izé, hogy jaj, izé, ilyen elviszik ilyen szexuális szintre az egészet, vagy hát ez is új. Nem szexualizálják gyakorlatilag a vámpírokat, hanem meg nem is vámpíroknak hívják úgy őket, hanem strigolyoknak. És rohadt érdekes egyébként egy-két dolog benne, nekem nagyon-nagyon tetszik. Úgyhogy ja, majd ennek akarom az utolsó évadát valahogy megszerezni, vagy hát megnézni, vagy nem tudom, hogy mondjam. Hi, baby! Mi újság? De nagyon sok új halat fogtam most ki. Na jó. Oké. Jó. Nice. Mi újság? Azt mondom, hogy lesz ebből 15-17 csont. Szerintem meglátjuk. Lehet, hogy nem lesz. Ö...
De... Azért ex-fish. Darab lesz belén az. Takarítani akartál, de rohadt meleg van. Meleg. Most én is azt mondom, hogy meleg van. Az a baj, hogy ez a füllet meleg, ami ellen nem nagyon tudsz mit tenni. Tehát nekünk sincs, ugye nem engedte ez a... üzé... boszorkány, hogy ugye... legyen klíma. Aztán ugye nekünk is csak egy ilyen nagyon régi kis ventilátor van. Tehát ez meg szerencsétlen igazából csak a meleg levegőt próbálja keringetni, szóval sok mindent nem tud csinálni. Ugye még voltak ilyenek annó, kaptunk ilyen tippeket, hogy mit tudom én ilyen fogyasztott vizet tegyünk a ventilátor mögé, és akkor legalább az is, ahogy hűti ott a levegőt, azt fújja előre. Ezek nem voltak rosszak egyébként, csak nem tudom pont mögé rakni. Ezt megvesszük, ehhez most nincs, aha, ez nincs pénzünk. Szerintem só nem kell. Ah, oh, de cuki! Oké, ezt megvesszük. Ezt kell. Ez is aranyos amúgy. Amúgy ez is aranyos, ezt megvesszük. És nem tudom melyik, szerintem ezek amúgy újak. The Happy Bird, The Sense Game, meg ilyenek. Várjál. Ezt ide rakom, ez itt tök jó. Na, natural decor ráadásul. Ez meg, várjál, ezt le kéne tenni Octavianhoz, csak gyorsan azért leharvestelek. Ah, jó vagyok, csak mondom, én is nagyon melegem volt. Most megettem a kaján, mondtam, hogy nincs, nem volt étványom, csak muszáj volt ennem. Nem ettem, nem tudom mióta. Semmi étvány. Az a baj, melegbe abszolút nem tudok enni. Inni, néha azt is elfelejtem. Mindjárt iszok is egy kortyot. De annyira nincs étvány, most meg ugye... Az a baj, hogy van velem egyetlen egy nagy baj, hogyha én magamba erőltetem a kaját, akkor nagyon rosszul vagyok. És most is ez van, hogy nagyon-nagyon fáj a hasam. Nincs kedve az embernek enni ilyen melegbe. Most kinek van, őszintén? Nem kíván semmit, csak az indivalót. Kipakolunk. Húha, ennyi helyen van csak. De várjál. Várjál, burgonya itt, ide nem kell. Ezt elrakhatjuk. Hát a tojás még elrakhatjuk. Almát is. Aha, ez már nem kell ide. Citrom, a barackot is elrakhatjuk. Ezt a citromot. Ezeket elrakhatjuk. Hát ez nem igazán, a pekándiót azt elrakhatjuk. Annyira sok izé van. Ezek mehetnek. Spórolni kell a helyjel, mert nincs. Jó, a maradékot meg elrakom szerintem. Vagy eladom, vagy nem tudom. Ja, hideg vizet, ígyatok nagyon-nagyon sok vizet, nagyon sok folyadékra van szükségünk ilyenkor. Aztán gondolkodtam, hogy mit játszom, és végre tudok ugye én is egy kicsit megnyugodtam, mindent visszahoztam. A szegény Psycho is itt volt, is itt tegnap.
És egyszerűen annyira fáradt voltam, meg tanultam meg én, hogy mit hogyan kell vágni, meg hogyan kell csinálni, meg egyszerűen, és egyszerűen annyira kivesz belőlem ez a meleg, és meg jól látsz, hogy tényleg az, hogy picit izé pörögtem az elmúlt napokban, tehát tényleg ilyen 14-16 órákon keresztül semmi más nem csináltam, csak nyomattam a rajzolást, mint egy őrület. Meg is látszik a munkáimnak a vége fele, mert ott már nagyon-nagyon fáradt voltam, és meglátszik a munkáimon, de mindegy, majd finomítok rajta, van még ötletem, majd azokat megcsinálom, majd jobbak lesznek, de nem akartam azt, hogy ugye izé nélkül, cica nélkül maradjatok. Nem érdekel, hogy túlhajtottam magam. Nem érdekel. Túlhajtottam-e vagy sem. A lényeg, hogy kész vannak. Nekem csak ez számít. És az, hogy egy kicsit jobban rápörögtem, ez van. Rá kellett pörögnem. Úgyhogy... Na. Nem találom el a fát. Ezek meg már mind olyanok, amik izé csak a miénk, hogy mondjam, tehát ez... Ebben már tényleg csak azt tud belekötni, aki valamit akar találni, mert semmit nem használtam. Semmit nem használtam. Vibeke macskáit használtam konkrétan, meg a saját kreativitásomat, szóval... Ha most erre már talál valaki valamit, ami... Hát ez egy kicsit hasonlít, akkor már nem tudok mit csinálni. Itt van meg is van megint a teli backpack. Ah, biztos, ah. Na, de visszatérve, nem tudom egyébként, hogy játszani tényleg mit játszunk. Most úgy nagyon nincs ötletem, gondoltam majd megkérdezlek titeket, hogy ti mit szeretnétek majd tolni, mert elmehetünk majd fazmúzni, ha van kedvetek, én nagyon szívesen megyek. Na most ezt lehet, hogy ezt pluszba raktam be, amit nem kellett volna. Törtek el. És mit raktam be? Ja, hagymát, aha, azt nem kell. Jó, elkezdek eladni, már össze fogok keveredni. Mondjuk ezeket a virágokat leszedem, az nem gond. Nem bar is játsz, tőle elszórakoznék, az jó lenne. De Disney-zni mindenképpen kell egy picit, mert a... Mi a nevét be akarom fejezni? A Fairy Tail-nek a questline-je. Meg most kaptam meg Buzz-nak is valami küldiét. Nem tudom még mi volt. És... Azon izéltem, amikor nagyon-nagyon sok volt a rajzolás, akkor kicsit azt csináltam, hogy kiegyenesedtem, vagy hát így majdnem, hogy elfeküdtem, meg így ment a playing, mondjuk úgy. Aztán csináltam a szuflékat, mondom előre, hogy ne azzal teljen el mondjuk streamben az idő, hogy folyamatosan csak szuflékat gyártok. Úgyhogy... amilyet toszt csinálják ennyi tintával. Egyébként nekem is, tehát abszolút átérzem a szituációt, mondom, nekem is elveszi az erőmet, és ráadásul ugye Cuni is takarított egy csomót, de én is akartam pakolászni, és így alig maradt úgy erőm, vagy hogy mondjam, nem tudom. Mondom, kaja se esett jól, semmi nem esett jól. Ennem meg muszáj volt, mert azt tudtam, hogy mikor ettem utoljára. Talán tegnap, mikor itt volt Psycho. Tegnap délután.
Úgyhogy most délután már muszáj volt valamit tennem, mert már nagyon fájt a hasam. Amikor azt utálom a legjobban, hogy nézegettem direkt, mondom, úgy elmennék egy kicsit úszni. De milyen jó lesne már egy kicsit feltöltődni, meg izé. De olyan rohadt drága ez ilyen egy alkalmas, hát nem bérlet igazából, hanem csak egy jegy az úszodába. Mert nem is strandra akartam elmenni, hanem csak így tényleg úszni. Olyan rohadt drága, hogy Mary Bench, jó? Lehet, hogy itt a üzeiket egybe felveszem majd. Ja, engem is hívott barátnőm, hogy, hogy megadungeonöznének, hogy nem megyek el. De mondtam, hogy sajnos nem vagyok feltöltve, én nem akarok már ezzel foglalkozni. Ez a baj, hogy egyszerűen nincs kedvem játszani. Tehát most már másodjára töltettem fel az accountomat, tehát elment, hogy 6-700 ezer goldom arra, hogy kétszer, ha játszottam. Kétszer pár órát, tehát egy felesleges. Egyszerűen nincs hozzá kedvem. Felmegyek, meglátom, hogy izé, megint ez grindold, az grindold. Oké, persze, izé, ki tudod szedni innen elefárből, ilyen normból, mit tudom én. Amúgy igen. De mert úgy, de van hozzá kedvem, hogy mitig pluszozni, csak arra nincs kedvem, hogy előről elkezdjek minden szart szedni. Nincs türelmem. Nincs hozzá kedvem. Megint kiszedni a szettitemeket, kiszedni a izékat, logokat elemezni. Nincs. Nem. És egyébként azért szomorú az egész, mert most egy csomó minden van, ami miatt annó sírtam, hogy ú, de tök jó, most bejön a Battle Pass, meg izé, tök jó, vannak ilyen kiszedhető dolgok, olyan kiszedhető dolgok. Tehát az a része tökre érdekel. De amúgy meg nekem rájöttem, hogy nem éri meg azokhoz a játékokhoz képest, amikkel tudok játszani. Mint single player. Mennyivel szívesebben elmegyek God of War-ozni, vagy töltöbb lámpázni, vagy még a Cuphead-et is, basszus, most azon gondolkodtam múltkor egyébként, hogy esküszöm újra elkezdem a Cuphead-et, mert annyira hiányzik, hogy tudjak játszani, hogy az valami félelmetes. És én nem tudom megmagyarázni, hogy miért, csak hiányzik a Cuphead maga. Mi kell? Sandpaper, look the stone. Time with ice symbol. Jó, ez egy leaf. Ice symbol. Shut up, dude! Megint tele vagyok. Iszonyatosan tetszett a Cuphead anno. Vajon ez ice-od, vagy ez áram? Vagy ez milyen jel szerintetek ez? Aha, ez ice, jó, oké. Okay. Már neki is veszem a küldjén. Look for a thorny flower stalk with four blooms on it. Jó, elmegyek először, ezt leadjuk. A bácsinál. Nem bácsi.
kell. Mit adott? Fát adott? Ja. Kell. De mondjuk pekán diónak még nem kaptam fát szerintem. De várj, mit kaptam? Ez mit volt? Ja, ezt meg le akartam vinni a izére. Jajajaj, tudom. Csak kicsit sok mindent kell megint csinálni, mert a harvest nap van. Aztán azt tudom, hogy merre vagyok arca. Hol van a izé? Na, végre. Vagy a citrom. Pont nem félre, ez nem kell már, ez sem kell. Zöldalma pont 5 darab kell. Nem kell. Ez kell. Ebből csak 2. Ebből is pont 2. Ezek kellene. Ó, azt nem, azt pont nem kellett volna. Ez kellett 30. Ugye összepakolom, Vanya. De nem lesz ilyen katyvasz. Ilyet csak. Valamelyiknek kellett egy darab gomba, azt mondom, mindjárt odaadom. A kandiót még elrakjuk. Na nézzük, ezt is elégethetjük. Valamennyit el is kell adni, mert nem fogok elférni. Szerintem aztán 42, ezeket szerintem el is adom. Ha valamelyik azt mondja, hogy neki ízé kell 150 darab gyümölcskenyér, akkor nem tudom, kiugrok az ablakon. Na nézzük. Ezeket eladjuk. Így. Ezeket is eladom. Nem kell több tinta, szerintem eladom a virágokat a francba. Ja, izé kéne. Hammeri. Amúgy Patrice-tel nem is kapunk már mióta küldit. Ezt nem tudom, észrevettétek-e. De már nem is nagyon kapunk küldit. Nem tudom, hogy miért. Várja, olyat kéne keresni, olyan virágot, ami 4 darab izé van, krumpli, nincs nálam, mi? Nincsen. Or bloom. Akkor ez lesz, ugye? Hát nem. De nem látom, nem, ez lesz. Ja jó, oké. Okay. Jót nézem, csak rosszat vágtam. Oké, okay, it's fine. It's fine. Hova megyek? Hova megyek? Várjál. Ezt ki adta? Ez Francesca adta, ugye? Azt hiszem. Jó van már. Ja, Francesca adta, itt van. Így né. Jaj, nem, már megint mit kaptam? Compass table, de olyan már van. Whatever. Jön egy kis krumpling. De meséltek veletek, mi újság van, amúgy csak én mondom itt már megint a magamét. Minden rendben van. Szeret, hogy Octaviához kéne amúgy lerakni. Oh my god, de cuki! Jesus! Holy crap! Kell egy ilyen ingere. Ilyen... Mi ez? Csigás. Bizbasz. Ez valami újdonság? Jaj, ne! Valaki nem tud ebbe segíteni, hogy ezt hogy a rákba kell kikapcsolni? Amióta új a Steam, azóta, hogyha valami értesítés jön random, hogy mit tudom én, valakinek a megosztott játékaival játszhatok, vagy ilyenek, akkor folyamatosan csipog.
Ezt nem lehet valahogy, biztos, hogy ki lehet, mert nekem eddig ki volt kapcsolva, és most valamiért visszakapcsolta magát. Azt nem tudja valaki, hogy hol kellett kikapcsolni notification soundokat. Hol van ez? Ja, Mary Benchnél. Azt mondja, segítünk, és akkor ezért látni fogom. Mert ez engem nagyon-nagyon zavar, hogy ezért... hogy folyamatosan csipog. És már tegnap el akartam intézni, és elfelejtettem. Sült krumplit akar az őzike. Mennyi mindent kéne még csinálni. Hol volt ez az imp, amelyik gombát akart? Ez a... Gyere csak vissza! Adj! Jaj ne, megint a pap Mati. Na várjál, mit a Mary Benchnél hol? Izéba? Itt a földön van, akkor lehet, hogy el kéne kezdenünk küldizni, hogy lássam. Hát majd a kózi után már nagyon zavar. Mert most bárki bárhányszor kilogol egy játékából, nekem az itt fog csipogni, és én ezt nem szeretném, úgyhogy... Milyen paplaci? Te vagy már egy paplaci? Ott van. Ez kinek a küldje volt? Jeremy-é volt, azt hiszem. Az Illuminati macinál is van, izé. Küldi. Na, goldot ezt adhatsz, azt mondjuk, igen. Itt meg hagytam izékat. Na, várjál, kezdjünk el küldizni, akkor először melyiknél? Papon, a papon legyünk túl, mert ez a legrosszabb. A papa legrosszabb. Na. Jóval. Micsoda? De azt mondja ez a kis Pius, nekünk is ilyen Ficus Cookies-nek kéne elneveznünk, csak a Piusra nem tudom most hirtelen mit kéne kitalálni, majd tíz év sok lesztek. Mi az? Leleményesebbek, azt kitaláljátok. Szóval az bántja, hogy nagyon-nagyon sok időt töltött, hogy annyi időt töltött. A magasztalásával ugye ennek a őnagyságának. Ficus Cookies. A Pius Poncilatus, vagy valami ilyesmit kell neki kitalálni. És mégis gyakorlatilag nem várt rá paradicsom, ugye a halál után. És nincsenek nagy lakomák, és az Ambrózia, ezt gondolom, az az istenek eledelére utal, I guess. Ez az. Tehát, hogy ezt kérdezi gyakorlatilag, csak összeszedem a gondolataim, hogy nem azt írják végig, és mindig a szentírások, meg a tekercsek, hogy a hívőkre
örök jutalom vár, gyakorlatilag. És ő igazából annak szentelte, a hitnek szentelte az egész életét, tehát saját magát. És hát semmiből támad fel gyakorlatilag. Hát megingott a hite. Halló. I have abandoned. Igen, tehát gyakorlatilag ugye azok a szemét kis parasztok ugye mégis neheztelnek rá. Úgy mondván, hogy elhagyta őket, pedig nem, ez nem igaz. Sziki, szia, szia! Hello! Hogy vagy, mi újság? Hogy bírod ezt a jó kis meleget? Remélem, iszol eleget, vigyázol magadra. Tessék figyelni a hidratációra. Jó hétvégéd volt! De azt mondja Pius, hogy ez nem ő volt az, aki az ilyen obszcén, hát gazdagságban gyakorlatilag elmerült, vagy gyönyörkedett. Hanem ugye az ő méltósága volt ilyen, nem pedig ő. Azon tűnődött, hogy esetleg magára haragította ezeket a nagy lelkeket. De nem mert hitt ebben az egészben. És biztos benne, hogy őt megátkozták. És hogy nekünk meg kell védenünk az ő felségét, amikor újra visszatér, tehát amikor felemelkedik. És kinevezett az ilyen lovasok kapitányának. Wow. Tehát normál esetben ezt a procedúrát évekig szervezik meg, megcsinálják. A templomban, de most, hogy így nagyon nagy szükség van rá, kevés az időnk, úgyhogy most életem a Captain Soldier Knight Armort kaptunk, Pog, lovagok lettünk, lovaggá ütöttek. Nem a legjobban, de megoldódik. A meleget most egy jó hideg zuhanja, a vízzel és gyümölcsökkel vészelem, amennyiben lehet a ventilátort ölelgetve. Hát nagyon sajnálom egyrészt, remélem, hogy minden rendben lesz és minden megoldódik. Melegre meg szintén vigyázz magadra nagyon-nagyon, próbálj meg minél többet inni, ne tessék rosszul lenni, mindenkire vonatkozik. Nézzük meg Ursula mit szeretne. Azt mondja, hogy mostanában túlságosan magammal voltam elfoglalva. Ússatok bolondok helyett, ígyatok bolondok. Igen. Igen, szó szerint nagyon-nagyon figyelni kell. Főleg nekem is magamra, mert én meg képes vagyok arra, hogy itt van előttem a víz, és úgy érzem, hogy majd meg pusztulok a szomjúságtól, és nem innék. Tehát, hogy gyakorlatilag elveszi a figyelmedet, tehát ő elveszi a mi figyelmünket a kis történeteivel, amikor más medvéknek ugye szüksége lenne segítségünkre. Azt mondja, hogy vegyük például Tedet, aki az osztálytársa volt.
Egy nagyon-nagyon furcsa, és hát ilyen kis magányos medve gyakorlatilag. Más kis mackók nem igazán értették meg, ezért kigúnyolták könyörtelenül. Nagyon-nagyon sajnáltam. Próbáltam mindig mellé ülni, és barátkozni vele, vagy a barátja lenni. De azt mondta, hogy nem akar maci barátokat, csak kő barátokat. Esetleg nem gondolod, hogy ugye most a kertem az segíthetne neki ennyi idő után? Na, végre akkor tudjuk adni ezt a követ neki. Ja, értem. Hát akkor kitartást. Bármi is ez. Bármi is legyen a probléma, bocsánat, most én is ittam. Na, oda adjuk neki a kristályt. És kőbarát. De miért kéne egy kőbarát? Én azokat se értettem, hogy emlékszem, az általános iskolában mindig jöttek az ilyen ásványi kövek eladói, vagy ilyen nem is tudom, hogy, és ilyen mindenféle kvarcokat, meg nem tudom, mindenféle ásványi kövekből készült ékszereket próbáltak eladni, aminek a háromnegyede hamisítvány volt. Ez Teddy, nem de? Kérdezi Ursula. Igazából buta kis kérdés. Hát kié másé is lenne. Szépen majd előtöti, és meglátjuk, hogy mi nő belőle. De emlékszem, hogy mit veszekedtem őseimmel, mert mindenki vehetett legalább valamit, és én csak egyetlen egy karkötőt szerettem volna, és azt se vehettem meg. Volt egy ilyen rózsakvarcos karkötő, ami semmi extra nem volt, csak valamilyen, nem is tudom, valami bőr, vagy nem tudom milyen, ilyen szíra volt ráerősítve, és nagyon-nagyon tetted. És nem engedték megvenni. Jaj, ne! Megint már csak a királyi mackó van hátra. Várj, még az illumináti mackó is hátra van, nem? Mindig, amikor azt hiszem, hogy a legrosszabb macin túl vagyunk, akkor mindig rájövök, hogy mindig van egy rosszabb maci. Illumináti macit most kezdem megkedvelni. A priestet csak nem értem. És akkor erre most megjött a király. Gyémántot, hogy szívesen elfogadnád. Ki a fenének kéne az? Nem kellenének drága kövek. Max az ára, de ezt meg úgyse kapom meg. Na várj, itt akkor, itt majd megint másik maci lesz, mi? Takó van nálunk, nem azt tudunk? Aha, van nálunk, várjál. Happy. Na jó, várjál, illuminátizzunk. Azt mondja Trump. Ez a... Jaj, ezt múltkor is tudtam, hogy ez micsoda. Várjál, erre múltkor is rákerestem, hogy ez micsoda. Ez Dancy Leatheria. Hogy ez mi volt? Jaj, tudom már, ez a medicine, amit vettünk Mr. Kittől, tudjátok, ilyen kacsajel volt rajta. Mert hogy azt mondta, hogy ilyen madaraknak, vagy kacsáknak ilyen, nem tudom, gyógyszer talán, és azt vette be. És hogy nem csinál semmit, azt mondja. Talán azért, mert most már egy szellem vagyok, kérdi. Vagy az is lehet, hogy mit csinált, az manipulálta az összetevőket.
Még soha nem is hittem abban a, vagy annak a rókának. És ez a fejfájás, ez gyakorlatilag tehát nem tud dolgozni ezen a titkos dolgon. Berosz a harmadik hát ilyen halhatatlanságán. Gyakorlatilag. Nem tud miatt a... Igen, tehát Berosz a harmadik nem halhatatlan, mert ugyanúgy hát elhúgy mint mindenki más. No. Nem, az nem lehet. Hogyha nem volt igazam, akkor mi értelme volt ennek az egésznek? Mindenkit elvágtam ugye az életemből, a családomat, a barátaimat. És még ugye a szüleit is, hát ugye gyakorlatilag magukra hagyta. Ott hagyta őket. Ő az igazság harcosának tartotta magát. Hát, és le kell feküdnie, mert nagyon-nagyon fáj a feje. Hát, azt hiszem, hogy hamarosan ő is rá fog jönni az igazságra, hogy hát ez nem úgy van, ahogy ő gondolja. Várja, itt van az egyik imp, akinek kell a gombácska. Úgy teli a kis mancsába. Nem esett Sparka? Ó, remélem nem hagytuk ott a Sparka. Na várja, Charlotte-nak mi segítünk. Jó, ez ugyanaz, mint bármikor máskor. Semmi más nem. Semmi más nincs benne. Úgy talált valami régi receptet a kézikönyvből, azt megcsinálta. Na, valahova még kellett egy gomba. Ezt gyorsan megnézem. Octaviát megnézzük még. Nem fogom megtalálni a gombásat. Nézzük, mit mond Octavia. Oh, hi there! Nem nagyon sokat gondolkodtam. Mindig meglátogatsz, és ugye megosztod velem az idődet. És gyakorlatilag... még egy barátot is ugye hoztunk neki, amikor ide hoztuk. Nem is tudom, az őzikét hoztuk talán neki ide? De hogy még mindig ilyen, hát ez a tight lipped ilyen, még mindig ilyen nagyon, nagyon szűkszavú maradt magáról, vagy magával kapcsolatban. Tehát nem mond magáról dolgokat. De hogyha szeretne valamit mesélni, akkor itt vagyunk és meghallgatjuk. Iszok. Igen? Yeah. Tehát az eltört bicikli segítette vajon ki? Mert minden emlék visszatért hozzá, gyakorlatilag. Mindig is egy ilyen kis sportos kölyök volt, és azóta szerette az óceán, mióta kicsi volt. És még a hát gyakorlatilag a kollégiumból, vagy hát középsuliból is ugye kiszállt, vagy hát kilépett, hogy egész életében ilyen életmentő lehessen. De mindig valami visszahúzta a városba. Vagy a család, vagy a munka. És egyik nap... ugye az éjjel volt a biciklién, ment egy ilyen forgalmas, mi ez, kereszteződésen.
És hát sajnos az egyik sofőr, ez nem figyelt oda. És gondolom elütötte. Ugye egy orvos megmentette az életét, de a lábai oda lettek gyakorlatilag. És akkor soha többé nem is jártál? De nem tudod járni. Oké. Okay. Nagyon-nagyon sok idő volt neki, míg alkalmazkodott ehhez. De... Hát... Oh, szia! Hi, baby! Nagyon szépen köszönöm a támogatást, és gratulálok az új batchhez lassan. Most már vannak új emócok, úgyhogy nem kell aggódni. Most már lehet cicákat spamelni. Nagyon szépen köszönjük a támogatást. Jól vagyunk, minden oké. Okay. Picit kivesz a meleg belőlem minden energiát is, de jól vagyunk. Tehát azt mondja, hogy ezek után mégis visszatért a vízbe, még annak is megtalálta a módját, hogy újra szörfözzen. Úgyhogy hogy hasra fordul gyakorlatilag. Aztán pedig ilyen strandon így röpizett, ugye? Azt hiszem az volt a volleyball. A röpi. És nagyon-nagyon jó volt benne. És neked mi a helyzet? Milyen volt a hétvége? Ó, ott ennek a kis impák, nézd! Ott játszanak együtt, de cuki! Soha nem adta fel. Nem változott meg. Az, ami megváltozott, az, hogy hogyan... Hát, hogy hogyan kezelték mások. Mindenki úgy nézett rá, mint hogyha így... Hát, ugye... Hát, milyen kifejezés ez, hogy I was broken, tehát, hogy... Hát, hogy... Ugye nem volt egészséges, hogy mondja, nem volt normál, ugye nem tudott járni, stb. Pont úgy, mint ez a bicikli. Gyakorlatilag nem volt oké. Okay. És mindig folyamatosan ugye segíteni akartak neki idézőjelesen, hogy ilyen alapvető dolgokat megtenni, hogy átkelni az úton, meg ilyenek. Ugye az volt a baja neki mindig, hogy mindig állandóan segíteni akartak neki. Mint hogyha nem tudta volna elvégezni a saját feladatait. Meg hát ugye a barátai például nem hívták meg mondjuk táncolni. Mert attól, hogy nincsenek lábaid, még tudsz táncolni, tudod? Azt mondja. Ez talán nem hangzik olyan nagy dolognak, de folyamatosan ezek megtörténtek. Ez a despite... A disability... Ja, de igen, tehát hogy... Tök mindegy, hogy mennyire jól csinált meg dolgokat, vagy mennyire volt jó dolgokban, annak ellenére mindig ez történt. Mindig azt mondták neki, hogyha nem tartaná vissza a sérülés, akkor hogy képzeljék el, mennyire sikeres lehetett volna, vagy mennyire nagyszerű lehetett volna. De ez a szék soha nem tartott engem vissza, hanem az emberek voltak az ott. De a társad az más volt, igaz? Társam, ő mindig meglátta bennem az igazi énemet. Hát gyakorlatilag ugye azt mondja, hogy nagyon-nagyon sokáig nem is találkoztak a baleset után. Szóval ez gyakorlatilag része is volt ennek a
Ennek az annak, hogy miért volt olyan, amilyen. Tehát nem feltételezett gyakorlatilag a partnere semmit, hanem csak meghallgatta. Ténylegesen meghallgatta. És köszöni, hogy mi is ezt tettük. És ez nagyon-nagyon jól esett neki, és segített is. Úgyhogy megy is, és nézi majd a hullámokat Kelpivel. Oké. Okay. Kelpi azt hiszem a kis állat, ami... amit adtunk neki. Úgyhogy azt nevezte el Kelpinek. Hey, szia először is, szia! Először köszönünk. Üdv! És nem, ma nem lesz. Meg még egy ideig nem lesz. Most én szeretnék... visszamenni majd a játékokhoz, amiket elkezdtünk. Tegnap suli, majd suli után kb. Hajnal 3-ig tanultam, még meg a házikat csináltam, meg menet közben. Mindig egy jót tettem barátnővel, meg bulisztunk ilyen lájtosan, mert másnap suli diplomát az átadó miatt. Ó, és hogy csinált a diplomát, nekem is egy-két ismerős volt, akinek gratulálhattam. Ők is sikeresen lediplomáztak. Én nem mentem sehova, az tény. De nekik is legalább sikerült. De várjátok gyorsan. Gyorsan eladunk. Hát én ezeket is eladom. Szerintem már lassan ezeket is eladom. Virágokat is. Ezzel mit lehet csinálni? Ezt el lehet égetni? Vagy ezzel mit? Ja, el lehet égetni, aha. Hát én most leginkább dolgoztam az elmúlt napokban, de megérte már, nagyon jól haladtam. Csak nagyon fáradt vagyok ettől, vagy nem tudom, hogy az időtől-e, de nagyon azt érzem, hogy fáradt vagyok. Mint hogyha így kiszívná belőlem az erőt ez az iszonyatos meleg. De lehet, hogy csak ki kéne mennem egy kis friss levegőt szívni, vagy valahova sétálni, vagy nem is tudom, valamit tényleg csinálni odakint. Egy kis kinti aktivitás részeként, és akkor talán nem lenne olyan probléma. Ez is tele van. Elkezd tele lenni az inventarim. Jó, egyelőre odaadom neki ezt. Jó, és még a kis királynak kéne segíteni, ha minden igaz. Francescaéknak segítettünk, Valentinának nem kellett. Patrice-nek sem kellett. Jó, akkor segítsünk a királynak. Jaj! Isten, de nem szeretem. De a lényeg, hogy... valami történt ugye a császári palotában. Addig, amíg ugye ők aludtak. Mert nem értik, hogy hol van például az Our Court, ez a bíróság, ugye? Jól emlékszem. Hol vannak a szolgák? És hogy még a trón is gyakorlatilag romokban áll. Ez egyszerűen elfogadhatatlan, mondja a Maci. És kell nekik mindenképpen egy új trón. És győződjünk meg róla, hogy méltó az ő uralkodásukra. Jeremyvel kell lekraftoltatni. Haló? Hol van a... Ó! Ez azért jól néz ki. Na nézzük, menjünk akkor Jeremyhez. Hi babe!
Na nézzük, mi kell. Ja, hogy meg is tudom csinálni. De jó, hogy izé fishingeltünk ma azt a mindenit. El is ment az összes halcsontom. Zseniális. Imádom. Imádom. Na, itt a trónod. Ah, milyen csodálatos trónt hoztunk el nekik. És alig várja, hogy ugye... Hát, ezt hogy is mondjam... Hát, hogy elkoptassa gyakorlatilag a felületét. Tehát, hogy minél előbb ráüljön. És nagyon-nagyon szépen köszöni. És... nem jut eszembe az Ancestors. Hogy... bárcsak az ősök is ilyen segítőkészek lennének, vagy lettek volna. Hát... örülök, hogy segíthettem. Igen, igen. Ja, utána már rájöttem. És igen, ez is olyan lenne, pap. És azt mondja még, hogy bárcsak ugye az ő őseik is, tehát az őseink is osztoznának a mi viselkedésünk, vagy hát ahogy bánunk velük. Regardless. Viszont most úgy tekintenek rájuk az ősök, mint bármely más közönséges ilyen kis árnyra, ami létezik. És akkor ott van ez a hatalmas, hát ilyen, Ilomni named. Ez mit jelent? Ez az, hogy nem... ez nem az, hogy valami ronda neve van? Ez nem is hallottam még. Most de hallottam már, csak nem vagyok benne biztos, de... Az a Mr. Kitnek gyakorlatilag itt gúnyolja a nevét, hogyha jól értem. Ha jól értem. De lehet, hogy nem. Majd megnézzük. És nem is készült fel az ő hihetetlen, hát ilyen nightly feast. Ilyen éjszakai lakomára egészen addig, amíg ugye ki nem fizettünk minden egyes szolgáltatását. És hogy el tudjuk képzelni ezt a szemtelenséget. Fú, de ilyen nagyon furcsán írja le a szöveget, és olyan furi. Kicsit, mire kitalálom, hogy az Audacity, nem Audacity, vagy furán írja le. Nem baj, legalább tanulunk szavakat, amiket soha nem fogok használni valószínűleg az angolban, de legalább tudni fogom, hogyha látom, hogy akkor ez azt jelenti. Miért utálja mindenki ezt a kis rókát? Végén meg kiderül, hogy ő lesz a főgonosz, hallod? Mindenki őt blémeli állandóan. Na, végeztünk mára. Annyi, hogy ezt még megkeresem. Szia, Leslie! Hi, baby! Mi a helyzet? Hogy vagytok? Hogy bírjátok a meleget? Hogy telt a hétvége? Mindenki őt blémeli állandóan. Mindenkinek Mr. Kittel van baja. Pedig ő csak... Ott ő aztán tényleg olyan, hogy ott áll, nem csinál semmit, csak eladja a kis dolgai. Like, literally. Ja. Mi
is izé, mi is szenvedünk. Kicsit majd díznizek ezután. Akarok még küldizni. Aztán lehet, hogy majd barizunk egy picit, nem tudom. Ez nagyon messze van. Az a baj, nem tudom, hogy miért, de két napja folyamatosan azt érzem, hogy össze akarja húzni a görcs a bokámat. És hát ugye a bokám per izémat. Lábamat. Nem tudom kimondani a sípcsontomat. Mert nem a csontomat, hanem az alsó lábszáramat. Hol a toszba van? Itt előbb tüzelt, nem? Aha, itt tüzel a... És nem tudom miért akar megpusztulni a lábam. De már megőrülök tőle. Az a legrosszabb, hogy tényleg így nem tudok mit csinálni, és így ugye nagyon sokat úsztam én is, ugye megtanultam, hogy ugye össze akarja húzni a vádlidat a görcs, akkor ugye ki kell feszíteni a lábfejedet gyakorlatilag húzod visszafele. De soha nem úgy, mint így, tudod, így, ahogy a balerinák ugye tartanák a lábadat, hanem pont ellenkezőre ugye húzod visszafele. Legalábbis én így tanultam annó. És folyamat az érzésed van, hogy húzná össze a görcs, majd megbolondolál. Hát úszás közben, igen, az onnan tanultam meg, hogy így kell izélni. Na, ez kész van. Hogy kell vele bánni, csak úgy egyáltalán ilyen idegesítő, mert fáj folyamatosan. Na nézzük. Hát igazából a gombákat eladhatjuk. Gyorsan meg akarom nézni, hogy most itt van-e a vendor. Ezt teljesen ki fogok fogyni. Nem, most nincsen vendor. De remélem nem csak eddig tartott a nyári izém, most semmit, alig vettem valamit. Mennyi pénzünk van? Hát 61 ezrünk van. Jaj. Ezt megveszem, aztán meglátjuk. Max, hogyha kell, akkor akkor adok majd rá kvarcot. Vagy hát ugye recyclelem. Mert nem, tényleg nem lesz hely. Mennyi ez? 8-10. Ja, nem így. Mondjuk a mostanit sem néztük meg. Hozzáteszem. Hát itt is van egy pár pedig. És mi van? Ja, nincs pénzem. Anya! Gimme pénz! Gimme pénz! Hol vannak a kvarcok? Annyi fa van nála, megbolondulsz. Na, itt van 134 gemstone, azt nyugodtan. Azon kívül van 1998 darab gemstone, ha bármire kéne, úgyhogy... Tessék, ez egyben 80 ezer. Na, kérem a ruhákat. Gimme. Oké, akkor elvileg mindennel kész vagyunk, küldi nincs több, lehárvesztáltunk, kicsiket megetettük.